Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Kozma Zoltán vagyok. A magyar-ukrán határ közelében forgatott a stábunk, a helyszíni riportunk mellett szakértővel elemezzük a háború lehetséges forgatókönyveit, illetve Kárpátaljára kapcsolunk újságíró kollégánkhoz, aki ott volt Kijev bombázásakor. Itthonról beszámolunk a vajdasági mentorprogramról, és bemutatjuk a Pannon TV új főzőműsorát, de folytatjuk a választási listák bemutatását is. Tartsanak velünk, kezdünk! Célpontokat készül támadni az ukrán fővárosban, jelentette be előre az orosz védelmi minisztérium a kijevi lakosoknak címzett figyelmeztetésében. Közölték, hogy az orosz erők nagy pontosságú csapásokat készülnek indítani. Kijev polgármestere Vitali Klitschko pedig arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az ellenség a főváros szélén van, de az ukrán hadsereg Kijev védelmére készül. 10 meghaltak a Harkiv főterét ért reggeli rakétatámadásban. A tegnapi béketárgyalások nem hoztak számottevő eredményt, a felek abban maradtak, folytatják az egyeztetést, erre holnap kerülhet sor. Eközben 64 kilométeres orosz katonai konvoj közeledik Kijev felé, 6. napja tart az orosz-ukrán konfliktus. Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra pusztító rakétatűz zúdult rá, az oroszok állítólag a lakónegyedeket is támadták. Ukrajna állami vészhelyzeti szolgálata alapján azt közölte az ukrán Interfax hírügynökség, hogy a város főterét érő kedd reggeli rakétatámadásban 10 vesztették életüket, és több mint 20 megsérültek. Hétfőn tárgyalt az orosz és az ukrán fél, és bár a világ egész délután a konkrét eredményekre várt, csalódnia kellett. A két delegáció csak annyiban egyezett meg, hogy folytatják a párbeszédet. Éjszakai videóüzenetében Vladimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, még nem érték el a kívánt eredményt. Hozzátette, az orosz fél ismertette az álláspontját, ők pedig megkísérelték megtalálni a közös pontokat, annak érdekében, hogy befejeződhessen a háború. Bizonyos jelek már erre utalnak, magyarázta Zelenszkij. Szakértők szerint Oroszországnak újra kell szerveznie műveleteit, az ukrán védelem ugyanis erősebbnek mutatkozik, mint amire Moszkva számított. Az erősítés azonban úton van, nem is akármilyen. Egy óriási, egyes információk szerint már 64 kilométer hosszú konvoj tart Kijev felé, előkészítve a város ostromát. Amerikai elemzők úgy vélik, Ukrajna nem tudja majd megakadályozni a város bekerítését, ugyanakkor annyit elérhetnek, hogy rendkívül költségessé és esetleg sikertelenné tegyék a város bevételét. 8 EU tagállam elnöke közben nyílt levélben kérte, hogy vegyék fel Ukrajnát az Európai Unióba. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ma bejelentette, hogy Magyarország is támogatja ezt a kezdeményezést. Skype kapcsolással folytatjuk a közügyeket. Bendarzsevszkij Anton, Oroszország szakértővel beszélgetek Budapestről. Jó napot kívánok! Délután rögzítjük a beszélgetést, ezt azért rögtön az elején mondjuk el, mert annyi minden változik itt percről percre, hogy azért ezt érdemes tudni, hogy a délutáni fejleményeknél tartunk most még. Tehát az Európai Parlamentben volt egy ülés, és online kapcsolódott az ukrán elnök, aki idézem azt mondta, hogy kitartanak és harcolnak. Hát hogyan lehet kitartani? Hát úgy tűnik, hogy lehet. Most már a harcoknak a 6. napjáról beszélünk, és bár nagyon aggasztó a helyzet, az orosz erők próbálják bekeríteni a fő ukrán erőket, ugyanakkor komoly elkönyvelhető sikert még nem történt komoly siker orosz oldalról. Nem foglaltak el egyetlen nagy ukrán város sem. Egyelőre Harkiv is áll, annak ellenére, hogy komoly utcai harcok bontakoztak ki az elmúlt 2 napban. Mariupolt sem sikerült bevenni, annak ellenére, hogy az elővárosát bombázták az orosz erők, és az ukrán főváros Kijev is áll. Szóval ez egy elhúzódó konfliktus lehet, hogyha jól értem a szavait, meg hát nagyon sokan ezt is mondják. Gyakorlatilag ez hosszú távon Oroszországnak mekkora károkat okozhat, hiszen ha belegondolunk, itt a szankció hátán, a bankszektor, szinte már nem is tudok olyan részét az életnek mondani, ahol nem büntetik valamilyen szinten Oroszországot. Úgy tűnik, hogy azt gondolhatjuk, hogy Vlagyimir Putyin egy villámháborúra készült,
gyorsan akarta bevenni valószínűleg az ukrán fővárost, és azzal néhány nap alatt eldönteni a háborúnak a sorsát. És ha néhány nap alatt megvan az ukrán főváros, ha sikerül elfogni például az ukrán politikai vezetés, és azzal rákényszeríteni Ukrajnát az orosz feltételek szerinti békére, akkor ugye a szankcióknak se lett volna értelme, hiszen post facto minek is hozzon a nyugat szankciókat, hogyha már véget ért a háború. Tehát ebben bízhatott Moszkva. Ugye nem ez történt. Ukrajna kitartott, feltartóztatta az orosz erőket, most már, ahogy elhangzott, hatodik napja tart ez az ellenállás, és minden egyes nap Oroszországgal szemben játszik, tehát Ukrajna előnyére történik, hiszen egyrészt Oroszország komoly katonai veszteségeket is elszenved, bár ugye fenntartásokat kell kezelni az adatokat, egyelőre az ukrán részről vannak csak számok, miszerint Oroszország legalább 5000 katonát veszített eddig a konfliktus során. Hogyha ezt párhuzamba állítjuk Oroszország korábbi háborúival, Csecsen háborúban összesen több év alatt, az első Csecsen háborúban 5500 katonát veszítettek, az afganisztáni konfliktus során 10 év alatt pedig 15000 katonát. Most ehhez képest 5 nap alatt, tehát tegnap estig voltak az ukrán vezérkarnak a számai, 5000 katonánál járnak. Az egyik legdurvább, legvéresebb konfliktus Oroszország történelmében az elmúlt 60-70 évben. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor előbb-utóbb az orosz társadalom is szembesül azzal, hogy ez nem az orosz narratíva szerint történő úgynevezett különleges katonai művelet, hanem ez egy teljes értékű háború, amelyben orosz katonák tömegével vesztik életüket. A másik oldal pedig a szankciók, hogy szintén, mivel a háború elhúzódik, folytatódik, folyamatosan érkeznek az újabb és újabb szankciók Oroszországgal szemben, és itt nem csak gazdasági szankciókról vannak szó, amelyek megroppanthatják az orosz vezetést, az orosz gazdaságot, hanem olyan szankciók is, amelyek szimbolikusak, úgymond, de az átlag orosz ember is meg fogja őket érteni. Mi lesz ennek a vége? Tehát nyilván ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja jósolni, de mi ennek a kiútja? Ugye láttuk, tegnap volt egy tárgyalás az orosz és az ukrán fél között, nem sok eredményt hozott, bár voltak előremutató jelek, hogy talán azt mondták, hogy találtak olyan pontokat, ami mellett talán kiegyezés lehetséges, de hogy ezek a pontok micsodák, ezt nem nagyon lehetett tudni. Azt gondolom, hogy már önmagában az a tény, hogy az orosz delegáció hajlandó lett leülni tárgyalni Ukrajnával, anélkül, hogy komoly eredményeket értek volna el, mármint a katonai fronton. Tehát komoly katonai sikerekről nem beszélhetünk. Tehát ez már mutatja azt, hogy van egy hajlandóság az orosz oldalon, hogy kicsit átértékelik az elmúlt napok eseményeit. Nem történt meg az a gyors benyomulás, a gyors háború, a blitzkrieg, amiben bízhattak, és minden egyes nap növelni fogja az orosz félnek a tárgyaló készségét. Itt a legfontosabb tényező az idő, és ha ebből indulunk ki, ha ezt veszük figyelembe, akkor a következő napokat kell figyelni, hogyha az ukrán ellenállás sikeres tud lenni, és bízom benne, hogy az lesz. Számíthatunk újabb tárgyalásokra, amelyek sikerrel járhatnak. Bendazsevszky Anton, köszönjük szépen, hogy ismét rendelkezésünkre állt, és keressük majd még. Köszönöm a beszélgetést. A lakosság menekül, a legfrissebb adatok szerint több mint 660 ezeren hagyták el eddig Ukrajnát. Több mint 350 ezer ukrán állampolgár keresett menedéket Lengyelországban, Magyarországra több mint 90 ezeren, Romániába több mint 70 ezeren menekültek. A Pannon televízió stábja az ukrán-magyar határnál forgat napok óta.
Ukrajnáról jöttünk, és vonattal jöttünk át. Ide Záhonyra jöttetek van? Záhonyra. És hányan jöttetek? Kivel jöttetek? Nagyon nehezen engednek. Voltunk vagy 50-en is, meg sokan is, nagyon sokan. A családból hányan érkeztetek? Hát, vagy 20-an. Férfiak nélkül. Férfiak nélkül. Hát szeretném azt kérni az elnöktől, hogy a férfiakot azért engedje át, ha lesz háború, meg hogy segítsen. Ha nem lesz, akkor vigyünk át vissza a gyerekeket, mert nem tudunk visszavinni a gyerekeket, nem engedik. És mi a terv, hova mentek tovább? Van valami terv? Hát még megpróbálja a férjem, mama átjön a határon, ha nem, akkor nem tudom, mi lesz. Muzsai Elvira állapotos lányával és 8 unokájával érkezett. 3 napja vannak a záhonyi szálláson, remélik, hogy hamar csillapodik a helyzet és haza tudnak menni. Eljöttünk Záhonyba, nagyon nagy volt az ocseret, egymást ölték meg, a jányom állapotos, majdnem megölték őket. A fiaimot ott kellett hagyni, nem tudtunk ide átjönni a fiaimmal, hogy mentsünk őket, mert nagy ott a háború. Legyenek szület, kérem a főnököt, hogy legyen vége ennek a háborúnak, nagyon szeretném. Ha vége lenne, hazamennének? Igen, hazamennék, mert szeretném a hazámba, a családom közt lenni. Ott kellett hagyni a lányomot, unokákot, ott kellett a fiaimot hagyni. Nagyon szeretném, hogy vége van ennek a háborúnak, mert én beteg vagyok. A jányom állapotos, és majdnem megölték a jányomot is. Hányan érkeztek? Egyedül érkezett? Unokákkal érkeztem, az unokákkal, 4 unokával. Másiknak megint van 4, 8, vagy 15 unoka volt. És mióta vannak itt? Hát máma 3 napja. Máma 3 napja vagyunk itt. Köszönöm itten a magyar országnak, hogy minket segítnek, mindent, ami kell, abban segítnek minket. Nagyon szépen köszönöm nekiek. Janov Júlia Homokfaluról érkezett. Féltek, hogy az ő településüket is megtámadják, így a gyerekekkel felszálltak a Záhony felé tartó vonatra. Kezdtünk a vonattal, meg na és ezért jöttünk el, azért a háború miatt. Már van nagy gyerekem, többinek is van, sok gyerek van nálunk. És így ezek mind homokiak nálunkról, falunk, amiben mi lakunk, homok. És úgy mondták, hogy munkácson megjön ez a sziréna, és így tanálik kilőn ezt a bombákat, hogy mi a jó Istent, nem tudom. Így megijedtünk, a férjünk azt mondta, hogy inkább jöjjünk át, ami biztonságosban lesznek a gyerekek. Ők meg hát el lesznek valahogy. Na, ennyit tudok csak maguknak elmondani. Ha vége lesz a háborúnak, szeretnének visszamenni? Így van. Így van, az Úr megáld, megadi, hogy minden rendben lesz, és rögtön megyünk, mint haza. A Magyar Református Szeretetszolgálat minden segítséget megad ezeknek a menekült családoknak. Takarók, meleg ital és étel várja a bajba jutottakat, továbbá szervezett buszokkal és vonatokkal szállítják őket Magyarország kijelölt pontjaira. Önkéntesek is biztosítanak kisebb létszámú családoknak menedéket, de folyamatosan jönnek felajánlások is ingyen szállításra belföldre és külföldre egyaránt. Üdvözlöm a közügyek nézőit, Balogh Kálmánnal, a tuzséri lelkipásztorral beszélgetünk. Jó napot kívánok! Mi a jelenlegi helyzet itt a vasútállomáson? Hát ukránból menekültek, érkeztek ide, hogy van ez a háború, és lássák, hogy tömegestül vannak felnőttek, gyermekek, és mi, mint helybeli gyülekezet, tuzséri lelkipásztorral vagyok, Balogh Kálmán, jöttünk Hajnalcsillag alapítvánnal, együtt szolgálunk a menekülteken, élelemmel, ivóitollal, Bibliával szolgálunk feléjek. Hát ez kell, ez a segítség most nyújtani, mivel hát
egy olyan státusz van most, hogy szükség van nekiek a megmentésekre szolgálni, és ezért én megkérek nagyon sok embert, akik tudnak segíteni rajtuk, akkor teljes szívvel, lélekkel szánják magukat oda nekiek. A maguk egyesületének, szervezetének is lehet-e adományozni? Legfőképpen most mire lenne szükség? Hát amire szükségünk lenne, az élelem, ruházat lenne, takaróra lenne még szükség, mivel a helyi gyülekezetet Tuzséron, az élővíz forrás gyülekezete, 16 embernek adtunk hajlékot, és ott vannak elhelyezve a gyülekezetbe, és szükségünk lenne támogatásra, mivel kisi korú gyermekek vannak ott elhelyezve, úgyhogy nincs nekiek lábbeli ruha, van, akik csak egy ilyen kis bedugó papucsba tudtak jönni, ahogy érkeztek átjönni, és szükségük lenne nekiek élelemre, ruházatra, és sok még minden tisztaságra, fertőtlenítő szerekre lenne nekik, nőknek, vannak nők közöttük, édesanyjuk, mert az apjukat, féreket bevitték a katonaságra, háborúba, és sok mindenre, fehér nemükre, mindenre lenne nekiek szükség. Hányan vannak itt, és mióta vannak? Reggel érkeztünk ide 9 órára, és egy csapat van, érkeztünk 10 a segítségre, az itten rászorulók segítségére. A Hajnalcsillagnak alapítója, és itt van a misszió elnöke is, a misszió elnök Nyári Jenő, ők Budapestről jöttünk és szervezkedtünk össze, és további ilyen tevékenységben, misszió munkákban veszünk részt, ahol támogatás, szükség van, oda megyünk és segítünk a rászorulókon. Nagyon szépen köszönjük a munkájukat, és kitartást kívánok. Isten áldja meg magukat. Köszönöm. Közügyeknek Csori Tina tudósított Záhonyból. Amíg a világ külső szemmel figyeli az ukrajnai eseményeket, kollégán K. Debrecin Mihály ott van a háború kellős közepén, ott volt Kijevben is, és most már Kárpátaljára került. Kicsit talán biztonságosabb helyen, de ezt, hogy érzik magukat a kárpátaljai magyarok, és milyen volt Kijevben, ezt K. Debrecin Mihálytól kérdezem, akihez kapcsolunk most interneten keresztül. Szerbusz Misi, hogy érzitek magatokat? Hogy vagy? Megmondom őszintén, hogy egy hete úgy érezzük magunkat, mintha nem is tudom, végigment volna rajtunk egy úthenger, egyszerűen hihetetlen érzés az, hogy a 21. században ilyen dolog megtörténhet. Hogy egy totális háború kezdődik Európának a keleti felében, egyszerűen pont arról beszélgettünk, hogy amikor gyerekek voltunk, és a 80-as évek végén, 90-es évek elején a nagyszüleink arról beszélgettek, hogy emlékeznek a nagy háborúra, hogy úristen, milyen borzalmas volt a bombázás, milyen borzalmas volt a pincékben élni, menekülni, étlen, szomjan lenni, akkor nem értettük ezt, hogy miért beszélnek folyamatosan erről. Most már értjük, hogy miért beszéltek erről annak idején. Senki nem akart háborút, senki nem akar most sem háborút. Emberek milliói indulnak útnak, és humanitárius válság lesz belőle. Én egészen egyszerűen el vagyok kenődve ezen az egészen, ami történik. Ilyen egyszerűen felfoghatatlan. Misi, te ott voltál Kijevben, amikor ez az egész háború elkezdődött, és utána még pár napot ott töltöttél. Hogyan nézett ki ez az egész támadás, ez az egész helyzet Kijevből? Nos, hajnali 4 óra környékén, azt hiszem ottani idő szerint ilyen hajnali 4 óra környékén jöttek az első bombázások, február 24-én. Február 23-a volt ugye a szovjet hadsereg napja, a régi, és nyilván jelképes az időzítés is az oroszok részéről, hogy pont egy nappal később indították a támadásukat. És hát úgy nézett ki, hogy mi még 23-án abszolút a békéről tudtunk tudósítani, igaz, az emberek már imádkoztak a városban, és mindenki azt mondta, hogy csak legyen béke, ne legyen probléma, viszont a város pezsgett Kijev, tehát élt, minden étterem nyitva volt, kellemes volt ott lenni.
másnap mindenre mindez megváltozott. Tehát 4 órakor jött az első rakétatámadás, aztán folyamatosan érkeztek az első bombatalálatok Ukrajna nagyvárosaira, mi is folyamatosan hallottunk ilyeneket Kijevben, megszólaltak a légiszirének, az emberek egymást segítették, hogy megtalálják az óvóhelyeket, hogy lemenjenek az óvóhelyekre. Utána mi 2 napig ott voltunk Kijevben, és természetesen amikor már úgy éreztük, hogy nem biztonságos a helyzet, akkor úgy döntöttünk, hogy elindulunk onnan. Nem egyedül, hanem a külügyminisztérium által szervezett konvojhoz csatlakoztunk mi is, ami nagyon jó volt, úgy gondolom, abból a szempontból, hogy mi is tudtuk segíteni az útjukat, hiszen mi voltunk azok, akik ukránul is jól beszélünk, és értjük a nép nyelvét is, hiszen sok útakadály volt, blokkposztok, ellenőrzőposztok a 800 kilométeres úton, úgyhogy kisegítettük egymást, fontos, hogy ezek az emberek megmenekültek, kilométeres sorok voltak mindenhol, ahogy jöttünk kifele Kijevből, apokaliptikus élmény volt egész egyszerűen ez az egész, tehát amikor látod a hadsereget vonulni, látod a fegyvereket, látod a gépfegyvereseket, és nem tudod, hogy merre menjél néha, mert nem tudod, hogy hol haladnak a különböző csapatok. Tehát egyszerűen félelmetes volt. Szerencsére... Jelenleg te most Kárpátalján vagy, ugye? És onnan megindultak elég sokan. Én Kárpátalján vagyok, tehát a legfontosabb feladat az, hogy megőrződjön a béke. Megőrződjön az, hogy ne kerüljön a megyében és Nyugat-Ukrajnában sem háborús konfliktusra sor. Ez az rendkívül fontos, és meg kell állítani ezt az egész háborút. Tárgyalni kell, nincs mese, de ez a nagyobb feladat, ez nem az én feladatom. Én csak annyit tudok elmondani, hogy a legfontosabb most a higgadság, és az, hogy nem szabad felülni a provokációknak ebben az esetben. Meg kell maradjon a nemzetiségek közötti béke, mert különben egy szikra, és itt mindenféle provokációk vagy provokátorok miatt bármi megtörténhet. Én úgy gondolom, hogy a béke a legfontosabb most Kárpátaljának, a stabilitás és az, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát. Reméljük, minél hamarabb sikeresen tárgyalások lesznek, tehát fegyverszünet lesz remélhetőleg, visszavonulnak ezek az erők, mert az igazság, hogy nem szeretnénk háborúban élni, és nem szeretnénk szerintem 40 millió ukrán sem elhagyni a hazáját, a bizonytalanságba menni, Európába vagy különböző más helyekre menni, minden jónak ez az érdeke. És mit mondanak a kárpátaljai magyarok, a többiek? Látjuk, hogy jönnek át a határon szegények, családostól, mindenestől. Mi van azokkal, akik ott maradtak? Higgadtak maradnak. Mit tehetünk? Higgadtak maradunk, és megpróbálunk kitartani. Tehát mi, nekünk az az érdekünk, hogy itt békességben, egyetértésben és nyugalomban egymás mellett éljünk, és természetesen a békében vagyunk mindannyian érdekeltek. Az élet milyen? Tehát vannak-e az alapvető élelmiszerek hozzáférhetők-e, van-e benzin? Egyelőre minden van, viszont az veszélyt jelenthet, hogy Ukrajnában, ugye, ahol körbezárták az orosz csapatok a területeket, ott veszélyes, hogy nem lesz áru utánpótlás, meg hát ez lesz a legnagyobb probléma. Minél tovább, annál inkább itt rend van, de nagyon fontos, hogy Magyarország és a szomszédos országok egyaránt segítenek jelen pillanatban Ukrajnának, és humanitárius konvoj, humanitárius segítség nyújtásra kerül sor. Magyarország ebben élen jár. Misi, nagyon szépen köszönjük, hogy jelentkeztél, kitartást kívánunk nektek, és legfőképpen békét szorítunk, hogy úgy legyen. Köszönjük. Békésebb témával folytatjuk a műsort. Lezárult a Vajdasági Mentor program 2. évada. 27 mentor 60 vállalkozót mentorált. A program 2021. decemberre és 2022. márciusa közötti időszakban zajlik.
A Prosperitáti Alapítványon keresztül számos vállalkozás is elindult Vajdaságban. Több programjuk is van. Most a Vajdasági Mentorprogram második évada zárult le, azonban korábbi programok is voltak, mint például a Vállalkoz Vajdaságban. A martonosi Berko Emina és férje Ervin is vállalkozást nyitott, és részt vettek ebben a programban. Nagyban folyik a munka a Berko házaspár vállalkozásában. Kezeik közül szebbnél szebb kapuk, virágtartók és egyéb dekorelemek kerülnek ki, de számos más, nagyobb projektet is vállalnak. Ervin szakmája szerint is lakatos, így egyszerű volt a döntés a profiljukat tekintve. Úgy indult az egész, hogy dekorelemekkel szerettünk volna főként foglalkozni, ugye? De hát abból az irányból egy kicsit elmentünk most már a kapuk, kerítések, nagyobb elemek irányába, és szeretnénk még ezt a kínálatunkat bővíteni egészen a hálákig, hogyha egymód van rá. A Prosperitáti Alapítvány startup képzésének köszönhetően jött létre a vállalkozásuk. Ez egy program kezdő vállalkozóknak, amely anyagi támogatást nyújtott a tevékenységükhöz szükséges eszközök beszerzésére, valamint kötelező képzést is tartottak számukra, hogy minél sikeresebb céget tudjanak létrehozni és működtetni. A Prosperitáti Alapítvány rengeteget tudott nekünk segíteni, elsősorban ugye a mentorprogram által. Minden szombaton 8 óra hosszás mentorprogramba vettünk részt a Vállalkozó Vajdasági Mentorprogramjában. Zoom rendszer által online mentek az oktatások. Nekem rengeteget segített, mind a ketten ugye én voltam a pályázó, mert ugye akkor még férjemnek állandó munkaviszonya volt, de végig együtt csináltuk az egészet. Nekem nagyon-nagyon sokat segített, mert az adózástól kezdve a könyvelés, a munkavállalás, tehát mindent tanultunk. Nagyon jó mentorunk volt, nevét mondhatom, Kaszás Judit. Tényleg annyira szépen elmagyarázott mindent, nagyon-nagyon sok minden ránk ragadt, és hát a nehézsége az egésznek talán a papírológia volt, ugye megírni a pályázatokat, szaladni vele, menni vele, de viszont én úgy érzem, hogy annyira nehéznek nem tűnt az egész. A Prosperitáti Alapítvány több programot is indított, ilyen a Vajdasági Mentorprogram is. Már 2 köre is lezajlott. A mentorprogramot először Vajdaságban indították el 2019-ben, azóta Erdélyben, Horvátországban, Felvidéken, valamint Kárpátalján is megszervezték. A Vajdasági Mentorprogram első évadában 25 mentor és 50 mentor állt vett részt. A második évadban már több résztvevője volt, 27 mentor és 60 mentor állt. Egyikük a Budemac házaspár. Budemac Szanella és Hari otthonába látogatunk most el. Cefris hordók sorakoznak a Dusanovói udvarban. A Budemac házaspár Pálinka bérkifőzde vállalkozást nyitott. Saját brendet is kialakítottak, a Budlinkát. A pálinkájuk egyelőre csak mintaként szerepel, viszont bérkifőzdeként működnek. Ez az a hely, ahol kifő a kisüsti. Nem ez az egyetlen vállalkozásuk, ugrálóvárak is bérelhetőek tőlük. Mint mondták, a Vajdasági Mentorprogramnak köszönhetően nagy előrelépést értek el a kapcsolatépítési hálózatukban. Én a mentorprogramban, mint mentorát vettem részt. A mentorom az Méhes Béla, több ízbe is személyesen találkoztunk, körbevezetett az üzembe. Megmutatta, hogy milyen problémákkal küzdöttek, hogy léptek át rajta, hogy tudom ezt adaptálni esetleg az én vállalkozásomba, vagy hogyha valamilyen területen előrelépést szeretnénk tenni, mi a javaslata, milyen módszereket alkalmazzunk. Milyen vállalkozásotok van, hogyha jól tudom, akkor 2 vállalkozás is részt vett a programban. Másfél évvel ezelőtt sikeresen pályáztunk a Prosperitáti Startup programjába. Egy pálinka főzőt indítottunk Budlinka néven, és egy légvárakat bérbeadó céget indítottunk Zsebikic néven. A maga nemében ez különleges, ritka az, hogy egy családon belül 2 vállalkozási startup programba induljon. Most, amit láttok itt körülöttünk, ez a másfél éves fejlődés, amit sikerült elérnünk. A Külhoni Vállalkozói Mentorprogram, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Pro Economica Alapítvány és a Design Terminál együttműködésével valósult meg. A program célja, hogy a helyi mentorhálózattal erősítsék a vállalkozói szellemet, elősegítsék a vajdasági vállalkozók együttműködését. Vajdaságban a közös programok célja, hogy csökkentsék az elvándorlás mértékét és lehetőséget biztosítsanak az itthon való boldoguláshoz. A mentorprogram a magyar kormánynak köszönhetően a Prosperitáti Alapítványon keresztül valósult meg.
köszöntöm a közügyek nézőit, a Mentor programot mások mellett a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága is támogatja. Ennek kapcsán kérdezem az illetékes államtitkárt, Potápi Árpád Jánost. Jó napot kívánok! Hogyan értékeli a második vajdasági mentorprogram sikerességét, illetve miért fontos ez nemzetpolitikai szempontból? Mint annyi más program, a mentorprogram is innen indult el a vajdaságból. Gyakorlatilag itt merült fel ötletként az, hogy jól menő, régóta több évtizede dolgozó, vállalkozó emberek mentoráljanak olyanokat, akik esetlegesen most kezdték el a vállalkozásukat, és nincs még tapasztalatuk, nincs még kialakult baráti körük, illetve vállalkozói körük, akikkel azt az időtartamot, amit egyébként a régi vállalkozók mondjuk 10-20 év alatt alakítottak ki, azt esetlegesen le lehetne rövidíteni. Úgyhogy ezt 19-ben innen indítottuk el az első részét. Azóta már gyakorlatilag a Kárpát-medencében körbeértünk, Erdélyben is egyébként a második ilyen mentorprogram zajlik, nem sokára ott is le tudjuk zárni, de a Felvidéken, Kárpátalján, a Horvát-Baranyában, illetve Muravidéken is zajlottak, illetve zajlanak ezek a programok. Ma is egyébként itt a záró gálán 80-an vesznek részt, egy-egy mentorra 2-3 mentorált jut, úgyhogy én ezt egy jó programnak tartom, mert amellett, hogy a gazdasági élet szereplői esetlegesen üzleteket is tudnak mindjárt kötni, de az sem utolsó szempont, hogy egymással barátságba kerülnek, szoros barátságok is alakulnak ki, és ami mozgatja az egészet, azért azt se felejtsük el, igazából a mozgató rugó az, hogy mi magyarok vagyunk, és ez visszajön a gazdaságban is. Április 3-án országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, ez hogyan befolyásolhatja akár egy ilyen program, akár a gazdaságfejlesztést Vajdaságban és egyébként is a külhonban? Milyen kilátások vannak? A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak 2012 óta vannak tematikus évei. Most nem akarok visszamenni az összes tematikus évre, de az idei esztendő az a cselekvő nemzet éve. Cselekvés az is, hogy mentorprogramba csatlakozunk be. Cselekvés az is, hogyha felújítjuk a községházát, a templomot, az iskolát, vagy új óvodákat építünk, vagy újítunk fel. De természetesen leginkább az a cselekvés az idén, hogyha részt veszünk az országgyűlési választásokon. Épp innen a Vajdaságból indult el az a kezdeményezés, hogy minden magyar bárhol éljen a világban, kaphassa meg a magyar állampolgárságot, vagy kaphassa vissza. És ezt sikerre vittük 2010. május 26-án. Itt a Vajdaságban is nagyon sokan megszerezték a magyar állampolgárságot, ezzel együtt jár a szavazati jog is. Én kérem őket, hogy minél többen, akik még nem regisztráltak, regisztráljanak, és utána vegyenek részt a magyar országgyűlési választásokon, juttassák vissza a levélszavazatukat, szavazatukat, de legalább ennyire fontos az, hogy a szerbiai országos választáson is vegyenek részt, illetve ott, hogyha részt vesznek, a VMS támogassák, mert úgy gondolom, hogy mi együttesen tudjuk egymást erősíteni, főleg itt a Vajdaságban, aki igazából azt akarja, hogy a magyar érdekképviselet, a magyar politikai intézményrendszer erős legyen, akkor legalább annyit tegyen meg, hogy szavaz és a VMS támogatja, mint a legnagyobb magyar erőt. Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A közügyeket Bíró Tamara tudósított a Palicsról. A vállalkozói közösségi építése kiemelten fontos Vajdaságban. Az együttműködés erősítése, a tapasztalatcsere segítése is a program célja. A mentorok tapasztalt vállalkozók, akik megosztják a tudást, segítik a kezdőket. A mentoráltak fejlődni akaró kezdő vállalkozók. Thank you.
Köszöntöm a közügyek nézőit, a Vajdasági Mentorprogram második szakaszának gála estjén vagyunk. A Mentorprogram második szakaszának részleteiről és ennek jelentőségéről Juhász Bálinttal, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetek. Jó napot kívánok! Decemberben indult útjára a Vajdasági Mentorprogram második szakasza, második évada. Hányan vettek részt most ebben a programban, és milyen területekről jelentkeztek vállalkozók vagy vállalkozni vágyók? Jó napot kívánok! 2 évvel ezelőtt, amikor a mentorprogramot útjára indítottuk, akkor igazából a sötétbe tapogatóztunk, próbáltunk egy standardot felállítani, ami jó a nagyvállalkozóknak, akik szeretnének a közösségnek visszaadni, a kezdővállalkozóknak segíteni, és jó a kezdővállalkozóknak, akik útkeresésben vannak, fejlődni szeretnének, előre szeretnének haladni. Azt gondolom, hogy sikerült egy olyan standardot felállítani, nem csak az első mentorprogram sikeres lezárását garantálta, és a második ciklusának a megindításához vezetett itt a Vajdaságban, hanem ami sokkal fontosabb, hogy az egész Kárpát-medencébe kisugárzott ez a kezdeményezés, ez a standard alkalmazásra került Erdélybe, a Felvidéken, Drávaszögbe, Muravidéken és még Kárpátalján is, ahol most sajnos az ismert okokból félbeszakadt, és innen is üzenünk és szorítunk nekik, de hogy az egész Kárpát-medencében megvalósult. Jó az, hogy újra indítottuk, látjuk, hogy mennyivel több energia, mennyivel nagyobb lendület van már a második mentorprogramban. 27 mentor és 53 mentorát zárta le ezt a ciklus sikeresen. Azt tudom mondani, hogy a mentoraink nagy része újrázott, tehát megtalálta magát az első ciklusban, vállalta a második ciklusban való részvételt. Ugyanakkor van 5-6 új mentor, aki azt vállalta, hogy kezdőként belevág, elsajátítja ennek a csinyát, minnyát. Viszont a mentorátaink zöme gyakorlatilag teljesen új ebben a kezdeményezésben, első alkalommal vesz részt ebben a programban, úgyhogy az új lendület és a tapasztalat is adott a mentorprogramban. Milyen területekről jelentkeztek most vállalkozók erre a mentorprogramra? Egy párat emeljünk ki közülük. Vajdaság egész területéről jelentkeztek. Nyilván a Tiszamente és Szabadka, Topolya, Kishegyes hangsúlyosan részt vesz ebben a programban. Vannak filmipari vállalkozók, mentorok és mentoráltak között is. Itt van piacvezető takarmánygyár a mentorok között, IT-szektorból van mentorunk. Ugyanakkor megjelentek a szépségipar képviselői, ahogyan a kezdővállalkozók között sikeresek voltak, most mentorálként is megjelentek, de van itt Varoda is, vannak itt egyéb területekről. Ha úgy tetszik, azt gondolná az ember elsőre, hogy fontos az, hogy ugyanaz a tevékenységi körben legyenek érdekeltek a mentorok és a mentoráltak, de valójában ez nem így van, hiszen minden vállalkozó találkozik ugyanazokkal vagy hasonló problémákkal, akár a munkaerő megszerzése, megtartása, akár a pénzügyek intézése, akár a marketing területén, úgyhogy jól le tudott beszélgetni akár egy szépségszalon tulajdonosa és egy fényipari vállalkozó, hiszen vannak átfedések, ha nem is ugyanakkor a léptékben, de ugyanolyan természettel jelen vannak. A mentorprogram első 2 évada azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés, és ez egy sikeres program. Mik a jövőbeni tervek, mik a kilátások? Én azt gondolom, hogy nagy kihívások várnak ránk itt áprilisban. Jövőt választ a nemzet. Azt gondolom, hogy az ilyen programok folytatása az nagyban függ attól, hogy mi történik április 3-án Magyarországon és Vajdaságban. Minden program folytatásának az záloga egy erős vajdasági magyar szövetség és egy nemzeti kormány, amelyet a Fidesz-KDNP vezet. Úgyhogy itt is és Magyarországon is arra biztatok mindenkit, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségre és a Fidesz-KDNP-re adja le voksát. Juhász Bálintnak köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a lehetőséget. A közügyeket Bíró Tamara tudósította Palicsról. Délbánát ízei címmel új főzőműsor indul a Pannon televízióban. Gyuris Karlina és Bíró Teréz már sokszor sok finomat készített itt nekünk a közügyekben. Úgy látszik, ez annyira jól ment nekik, hogy most külön műsort kap a csapat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, az én nevem Gyuris Karolina. A Délbánát ízei műsor mai adásában cókmóklevest fogunk készíteni fiatal csirkeaprólékból és zöldségféléből. Ehhez az ételhez szükségünk lesz csirkeaprólékra, sárgarépára, zöldségre, cellárra, egy fej vöröshagymára, néhány krumplira, borsóra, zöldbabra, egy tojásra, friss kaporra és zöldségzöldjére, pici zsírra, tejfölre, sóra, borsra és baderrelőre. És mindet szépen egybe dinszteljük jó sokáig. És felerősítem. Így. Lefödöm. A stúdióban már itt vannak az új műsor alkotói, Bíró Terész, Gyuris Karlina és Idei Sándor, aki operatőrként és vágóként segíti a csapatot. Köszöntelek benneteket, köszöntöm magukat itt nálunk. Hát én sok mindenre gondoltam, hogy majd kérdezni fogok először, de önök megláptak minket, mert hogy nem érkeztek üres kézzel. Hát mit hoztak nekünk? Hát édesség hátán. Hát igen, talán csak főző műsorról van szó, ugye? Jó. Tiszta szívből készítettem. Mik vannak itt? Miket soroljuk már, hogy mik ezek a hát sütemények? Hát itt van a kedvenc süteményem, nekem a mézeslapok. Az az alsó? Igen, ezt készítettük igen. A Délbánát ízeire. Konyakos kocka, az egyszerű lekváros teker. Igen, van egy kis konyak is benne. Jó, hát ezt majd műsor után biztos kipróbáljuk. És ez az oblatni, ez a 10 tojásos oblatni. Hát igen, nehéz így beszélgetni, hogy ez itt van közte, de valahogy kibírjuk, hogy addig ne együnk, amíg beszélgetünk, mert nem illene. Mennyivel más kamera előtt főzni, mint otthon, Teréz? Hát otthon, mit tudom én, megszokott vagyok, kamera előtt nem voltam. Nem úgy néz ki, hogy mintha gond lenne a kamera előtt. Most kezdtük Karolinával, úgyhogy ez most nekem minden új. És miért pont ezekre az ételekre esik a választás? Hát azért már ott a székeli ízeket, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől megtanultam, akkor azt úgy előszedegettük. Karolina, te azt mondtad az előbb, hogy cókmóklevest készítettél. Hogy készítettetek, és itt félfüllel azt hallottam, hogy így mondtad, hogy hát ez nagyon finom volt. Mitől jó egy cókmókleves, vagy egyáltalán mi az a cókmókleves? Hát attól jó, hogy tele van mindenféle friss zöldségfélével, tehát a piacon is be tudjuk szerezni a hozzávalókat, ugyanis egyszerű hozzávalókból áll, nagyon gyorsan elkészül, a fiatal anyukák, ugye manapság nincs, nem marad sok idejük a főzésre, de ezt a cókmóklevest egy óra hossza alatt el tudják készíteni. Őszintén azért szeretem ezt a műsort, részben azért, mert már előre megnéztem, tehát előnyben vagyok. Másrészt azért tudok előre véleményt mondani, mert a közügyekben itt sok mindent elkészítettetek igen. Már nekünk, és az az 5-6-8 perc alatt úgy adjátok elő, vagy úgy adják elő, hogy azt én is meg tudom érteni, és talán meg is merek próbálkozni ezzel. Hát igazából nem 5-6 perc alatt készülnek el ezek az ételek, ugye, több nyilván. Időre van szükségünk. Hát egy ilyen műsort legalább 3-4 óra hosszáig kell ugye forgatni, mire elkészül. És Idei Sándor az, aki 3-4 óra hosszáig kibírja ott a kamera másik oldalán, hogy a finomságokban nem nyal bele, inkább csak a kamerát intézi. Milyen egy ilyen forgatás operatőrként? Hát a forgatás az nem, nekem nem nehéz. Elsősorban szeretik én is főzni, és szeretek forgatni is, és akkor nem lehet rossz. Szokott műsor. Esetleg igen. Segíteni, vagy tapasztalatokat adni a Teréznek, vagy tanácsokat adni? Hát egy kicsit. De nekem a legnehézebb részem az, amikor befejezzük, és mikor meg kell kóstolni aztat. És kibírni ennél sokat. Meg azért gyakorlatilag ugye arról beszélünk, hogy ez egy 3-4 órás forgatás. És azt utána igen, meg kell mondom, vágni. Nem hát nehéz, én szeretem azt. Hát de hogy lehet utána 3-4 órát úgy megvágni, hogy rövid legyen, érdekes legyen, már ne legyen hosszú, de ez is érdekes hát, lenne. Hát jó ettem, akkor lehet később vágni is, jó? Hát nyilván igen, csak az ember szenved attól, hogy azért még inkább jobb lenne, ez is benne maradna, mi alapján dől hát, el, hogy mi kerüljön igen, vele. néha nehéz, mit dobjak ki, vagy mit maradjon benne a műsorba, de mégiscsak nem olyan nehéz. Három kamera van, és akkor mégiscsak könnyebb, mint egy kamerával. Egy kamerával ezt nem is lehet forgatni. Miket fognak főzni a műsorban? Hát, amit
majd nem tudom, majd megbeszéljük Karolinával. Tehát lesz székelykáposzta, betyárpaprikás, fasírtal, paradicsompaprikás, mindenféle sütemény, mézes lapok, valamint disznótoros reggeli. Úgyhogy mindenféle incsiklandozó ételeket fogunk készíteni. Említettem már az előbb, hogy Dél-Bánáti és Székely konyhát ötvözik. Miben más ez, mint a vajdasági más részein lévő konyha? Mi azok, amik mást használnak, más fűszereket, vagy mitől mások az önök ízei? Különös fűszereket nem használunk. Az otthoni, hazai húsokat, füstölt holmikat, amit otthon az udvarban termelnek, növelnek, jószágokat, friss csirkéből, minden finomabb, mint amit az üzletből vásárolunk. Meg a jó házi tojás, szép sárga tőle a sütemény. Sándornak mi a kedvenc étele? Én nem választok semmit, gondolom, én mindent megeszek, mindent megkóstolok. És az is, hogy tényleg ezt, mikor hazamegyek, és mikor elkezdem vágni az anyagot, akkor később másnap, vagy egyedül is megpróbálom csinálni ilyen egyszerűbb leveseket, vagy ételeket, úgyhogy feleségémnek szabad napokat adtam, hogy... Még ő is jó jár ezzel a műsorra. Jó, Teréznek mi a kedvenc étele? Nem húzza meg senki a kérdést. Szeretek én mindent, a halons, a birkán kívül mindent szeretek. Hát a legkedvesebb ételem a jó húsleves, jó házi tésztával. Jó melegen. Igen, jó melegen, és utána a jó ragadós csirkehús. Karolina? Hát nekem ezek az ételek közül talán a székelykáposztát választanám, mivel nagyon különös étel, ugye először megfőzzük a pörköltet, majd a savanyú káposztát hozzáadjuk, a füstölt kolbász, és ezt mind összekeverjük, bekerül a sütőbe, és az nagyon finom, isteni. Én nagyon remélem, hogy nagyon sok ilyen finomság fog elkészülni, és láthatják a nézőink. Én annyit hozzáteszek, hogy nekem a hortobágyi húsos palacsinta a nyerő, de egyébként én is mindent megeszek. majd várjuk azt is a műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok nálunk, és sok sikert ehhez a műsorhoz. Annyit még elmondanék a nézőknek, hogy a Dél-Bánáti ízei című műsort szerdánként este 7:30-tól láthatják, vasárnap pedig 19 órakor nézhetik meg. Holnap pedig érdemes a Szabadkai Magyar Rádiót és a Pannon Rádiót hallgatni, mert szakácskötényt és páros belépőt lehet nyerni a Mórahalmi gyógyfürdőbe a műsor kapcsán. Választások 2022. Április 3-án köztársasági elnök és parlamenti választást is tartanak Szerbiában. A közügyekben egy sorozatot indítottunk, ahol bemutatjuk a jelölt listákat. A Szerbiai Szocialista Párt adta át másodikként a listáját a köztársasági választási bizottságnak, és a pártelnök Ivica Dačić már a lista nevével és céljait is közölte. Ő szeretne lenni Szerbia következő miniszterelnöke. A 2 évvel ezelőtti parlamenti választáson a Szerbiai Szocialista Párt és az Egyesült Szerbia közös listája a szavazatok 10,38%-át szerezte meg, amely 32 helyre volt elegendő a 250 fős parlamentben. A parlamenti patkóban 24 helyet foglaltak el a szocialisták, így az övéké volt a második legnagyobb frakció a haladók 180 tagú képviselőcsoportja után. Nem lett volna szükség arra, hogy a szerb haladó párt koalícióra lépjen bárkivel is, hiszen így is kétharmados többségük volt a parlamentben, ám az utóbbi évek közös munkáját nem kívánták megszakítani a felek. Így a szocialisták is bekerültek a kormányba, Ivica Dačić pedig olyan feladatot kapott, amilyet még soha, ő lett a parlament elnöke. A politikus korábban miniszterelnök, belügyminiszter és külügyminiszter is volt. Srbija je za mene za uvek osnovno opredeljenje i sve ću učiniti za zaštitu nacionalnih i državnih interesa. To je nešto sa čim mi izlazimo, jer ovo nisu samo izbori za predsjednika Republike, nego su izbori za parlament, odnosno za vladu Republike Srbije i izbori za gradonačelnika, odnosno za gradsku vlast i vlast u svim opštinama.
Az Ivica Dačić, Szerbia kormányfője elnevezésű lista átadásakor a lista névadója elmondta, alig néhány óra alatt több mint 20 000 támogatói aláírás gyűjtöttek össze, ami azt bizonyítja, hogy erős a szavazóbázis, és sokan várják, hogy végre elkezdődjön a választási kampány. A szerbiai szocialista párta már megszokott koalíciós partnerekkel közös listán indul. Na našoj listi se nalaze, kao što sam rekao, Jedinstvena Srbija, Dragana Markovića Palme. Nalaze se Zeleni Srbije, naš tradicionalni partner koji vodi Ivan Karić. Isto tako, na našoj listi se kao i do sada nalazi niz veoma uglednih imena, a odmah iza nas dvojice se nalaze mladi ljudi. A szerbiai szocialista párt 250-es köztársasági parlamenti listáján többek között sportolók, egészségügyi dolgozók és nyugdíjasok szerepelnek, a 26. helyen pedig Dani Zoltán nyugalmazott ezredes kapott helyet, aki azzal vált ismerté, hogy 1999. márciusában Jugoszlávia bombázása idején lelőtte a NATO egyik F-117-es lopakodó vadászgépét. De az SSP listáján találjuk Dusan Bajatovicsnak, a szerbiai gázművek igazgatójának, Nebojsát Crnogoracnak, a szabadkai városi képviselőtestület elnök helyettesének, Alekszandra Gyankovicsnak, a vajdasági tartományi képviselőház elnök helyettesének és Ratko Nikolić egykori válogatott kézilabdázónak a nevét is. Ivica Dačić kiemelte, a szocialisták a megszokott témákkal kampányolnak, hiszen alapelveik évek óta változatlanok. Dva su ključna stuba naše politike. Patriotizam, odbrana Srbije po svaku cenu i zaštita naših nacionalnih i državnih interesa. I drugi temeljni princip jeste princip socijalne pravde, odnosno sistema jednakih šansi za sve ljude, za ljude koji žive od svoga rada, za radnička prava i za prava svih onih koji su pogođeni bilo kakvom vrstom nepravde. To će biti i cilj naše kampanje. Mindezeket figyelembe véve a szocialisták elnöke jó választási eredményre számít, még úgy is, hogy 2 évvel ezelőtt az ellenzék bojkottálta a választást, így a választáson résztvevő pártok nagyon jó eredménnyel tudtak bejutni a képviselőházba. A közvéleménykutatások szerint a szerbiai szocialista párt a szavazatok körülbelül 9%-át szerezheti meg április 3-án, ám egyelőre nem lehet tudni, hogy ez mennyi mandátumra lesz elegendő. Az idén ugyanis az ellenzék is beszállt a választási versenybe, és mint tudjuk, 2 évvel ezelőtt a parlamentbe jutási küszöböt 5-ről 3%-ra csökkentették, így a kisebb támogatottsággal rendelkezők is delegálhatnak politikusokat az országgyűlésbe. Emellett az idéntől a nemzeti kisebbségi pártoknak már csak fele annyi aláírást kell összegyűjteniük, mint a szerb pártoknak, így várhatóan a kisebbségek parlamenti képviselete is bővül. Választások 2022. És ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Farkas Aténi várja Önöket hírháttérműsorunkban. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!